hogy tényleg ennyivel nagy szögnek itt 90-nel mennek a külső sávban. Az a jó, senki nem jön még a környéken. Akkor nyomjad. Akkor padló. Á, nem, ez nem megy. Jaj. Nem megy? Nem. Ez sok neked? Ez sok. Komolyan? Elment az agyamból a vér, ezt nem bírom ki. Hú. Te az eddigi legnyugisabb kezdő Tesla pilóta vagy. Aki nem egyből ki akarja tolni a szemét a vadállatnak, hanem szépen ismerkedsz vele, simogatod. Nekem van lelki békém. És mostanában szereztem meg a lelki békémet, kb. Egy hónappal ezelőtt. Na, mi történt? Hát a lelki békét azt úgy lehet megszerezni, hogyha megjárod a poklaidat, megéled az összes érzelmeidet. És az elmúlt 33 évenben magamban tartottam a összes érzelmeimet, mert én azt hittem, hogy attól leszek férfi, hogyha... Elnyomod. Elnyomom. Na, azt nem szól. Elnyomod. És hát emiatt voltak igazán nehéz napjaim. Hát, azok olyanok a vége betegség, hogyha elnyomsz magadban dolgok. Akik ki akarták taposni a Tesládnak a belét, azoknak egyébként szerint egy jó autójuk volt, vagy úgy általánosságban? Aha, szerintem egy részüknek igen. Akkor ők azért voltak lehet bátrak? Szerintem azok az emberek bátrak, akiknek eleve van valami izmosabb autójuk, de az 200-300 lóerőt jelent, nem 700 lóerőt. Tehát ugye olyan még nem volt, aki beült mellém, és aki azt mondta volna, hogy amúgy Ferrari-m van öreg, csak most már kíváncsi voltam egy Teslára. Ne adjunk 20%-ot azoknak az embereknek, akik így első hallásra felismerik a hangomat, és a leggyorsabban beírják a kommentbe azt, hogy hol hallhatták. Felvesszük velük a kapcsolatot, aki, vagy felvesszük azzal a kapcsolatot. Adhatunk, annyi kikötéssel, hogy a Török Bálinton vagy Foton lehet felhasználni. Foton találkoztok. Foton vagy Török Bálinton tudunk találkozni. Na, akkor várjuk a kommenteket. Merre? Megint 270 fok. Ok, már lassan meg. Harmadik kijárat. Honnan jött ez a 270 fok? Repülésben. Na, pilóta vagy? Hát mindjárt az leszek. Pilóta leszel. A pilóta... Bakancslistám numero uno, egy egyes számú, tehát a topon lévő bakancslista helyezést azt ki fogom lőni. De igazság szerint mondjuk még nem, mert az igazi az a kereskedelmi pilóta, és a nagygépes kereskedelmi pilóta lenne a top-top. Azt hittem, hogy ott katonai órákban, vagy katonai órában Nem ez a 10 óra 10 percnél. Nem. Meg filmekben azt látni, ez csak Amerikában van inkább. Ez valószínű, hogy ez a kommandósoknál van. Gyerekkorunkban vásároltunk egy csomó ilyen játékkormány számítógépezéshez, és minél drágább volt ez a játékkormány, annál nagyobb ellenállással dolgozott. Annál élethűbb volt, itt meg azt érzem, hogy ez borzalmasan kemény ez az ellenállás. Tudok rajta puhítani, mert ez a legkeményebb. Ez a legkeményebb, aha. Nagyon érdekes. Pont azért, hogy érezd. Aha, érzem, hogy itt valami történik az valami úton. Valami történik, igen, hogy ne egy ilyen buha szart kelljen kenegetni. Egyébként nagyon nehéz, amikor elkezdek videózni, akkor összeírok 100 meg 100 gondolatot, leülök a kamera elé, és a 100 meg 100 gondolatból kb. 10 gondolat jut eszembe, és mindig van egy hiányérzetem, hogy hát úristen, még azt is el szerettem volna mondani, és azt is el szerettem volna mondani, és a 3/4-ét kihagyom az egésznek. Ez így működik, amikor nem kapsz súgógépet a kamera előtt. Képzeld el, a videóim közepe fele, úgy tavaly évelején vásároltam egy súgógépet. Hát egy ilyen súgógépnek az ára az elég sokba kerül. Ja, ezt te használod a videó? No, már nem, de akkor elkezdtem használni. És egy csomó visszajelzés jött, hogy Gábor, mi változott meg a videóidban, mert most nem olyan jók, nem olyan természetesek. Igen. És küzdöttem akkor az... Akkor ezt nem csak én éreztem. Aha. És küzdöttem az ellen, hogy hogyan lehetne nagyon természetessé tenni ezt az egészet, de egyszerűen nem ment, úgyhogy le is álltam a súgógépezésről. Mert rájöttem arra, meg ugye a beszédtechnikát is tanulok, és a beszédtechnikai tanár is elmondta, hogy az emberek nem feltétlenül az információt szeretnék megkapni, hanem a Dajka Gábornak az élményét, akinek ott, abban a pillanatban jut eszébe az a gondolat. Igen, nekem ezért tetszettek a régebbi videóid. De most nem használok már súgógépet. De akkor az a baj, hogy a
annyira sterillé tetted újabban a... Kiszedtem belőle a Dajka Gábort, én csak az információra koncentráltam, aha, hogy... Igen, hát... igen. Ráadásul olyan 2-3-szoros lassításban adod elő a saját magadat, uh-huh, az eredeti tempóhoz, hát igen, képest. És akkor olvasni kellett, ha túl lassúra állítottam, akkor hadartam a szöveget, és akkor várni kellett, hogy jöjjön ma a következő mondat. Úgyhogy én nagyon becsülöm a hírbemondókat, vagy hírfelolvasókat, hogy természetesen fel tudják olvasni. Na jó, hát szerintem mit valószínűleg tanulnak rengeteget ahhoz, hogy... Borzalmas. ...hogy röhögés nélkül el tudják mondani a leggyászosabb hírt, és utána meg a kétfejű kecske született az állatkertben kezdődő sztorit is fültől fülig vigyorogva el tudják mondani, miközben előtte 20 halottas karamboltról, aha, számoltak be. Igen, a hírolvasás egy külön műfaj. De egyébként a Naplóban is ugyanezt csinálják. És nem értettem, hogy a közönségem miért szed szét, amikor Svábi András a Naplóban is látom, hogy olvassa a szöveget. Nekem miért nem fogadják el, hogy olvassam? Mert nem úgy olvasod, hát igen, mert béna voltam. Nem tudtam a saját korlátaimat. Nem jól ítéltem meg a szaktudásomat. Igen, ez is egy szakma. Tehát ugye én most tudtam meg, hogy a színművészetén van külön... beszédtechnika? Nem is a beszédtechnika, hanem filmes, tévés. Mert a filmes, oké, az van, de hogy van tévés képzés. Uh-huh. És hogy lehet, hogy némelyikükből nem színész lesz, hanem hírolvasó. Hírolvasó, igen, vagy híradós. Tehát ugye egyáltalán azt tanítják meg, hogy kell mikrofon előtt, kamerába beszélni, előadni azt, amit láttak. Igen, ez egy szakma, sokan azt hiszik, hogy ez egy világ legegyszerűbb dolog, pedig nem. Nagyon nem. Voltam egyszer szinkron képzésen. Mondom, milyen lenne, hogyha végigcsinálnék egy ilyen kurzust. Hát az kegyetlen volt bemenni egy méteres hótfekete szobába, kitartani így a lapot, és beleolvasni a mikrofonba hangsúlyosan, értelmezve az adott szöveget, miközben instruálnak, hogy gyorsabban, lassabban, több érzelmet tegyél bele. Aha, aha. Úgyhogy 3 óra hosszás kurzusra fizettem be. Hát ez ilyen, hát mint például a tesztapilóta élmény csomag, vagy valami, de másfél óra után azt mondták, hogy Gábor, hagyjuk. Ó, ez... még gyakorolgass a beszédtechnikai tanároddal, és majd gyere vissza, és akkor újra elkezdhetjük ezt a szinkronos képzést, de még nem állsz jelenleg készen erre a melóra. Túl steril lesz, és nekem pont ez a bajom a videóinkkal, nagyon steril lettek. Hát nekem az volt a jó, amikor mondta, Egerben a... Piros Ingemben. Nem tudom, Püspök Park, javítsák. Az, nem? Az. Jól mondom? Nem, Népkert vagy ilyesmi. Mindegy, akkor ott a Népkertben a padra leültél, hol levetted a napszemüveget, hol fölvetted, kivakította a szemedet a nap. Mi van, kit várunk be a bejelvést, vagy mi ez mögött? Nem vártunk senki, csak most már úgy érzem, hogy érzel, hogy kicsit már lehet vele gyorsulgatni. Na, szóval nekem azt tetszett igazán még, amikor ilyen kócosan, úgy, ahogy voltál, leültél ott a Püspökparkban, és mondtad a magadét, lekapkodtad a napszemüveget, visszaraktad a napszemüveget. Hogy... Kicsi zavarba voltam most, hogy nézzük, hogy de vagy most, hogy ülj csak. Igen, de önmagadat adtad? Ah, önmagadat adtam. Meg amikor beültetek a kolléganőddel a tárgyalás után a kocsiba, és elmondtátok, hogy hát az ügyfél az teljesen hülye volt. Az kurva jó volt, az volt a legjobb videó. Az mindenkinek megmaradt, és egyébként az a videó nagyon megosztó lett, mert valaki azt mondja, hogy végre itt van egy marketinges, aki feláll és azt mondja, hogy ne csesszük el a pénzünket. A másik része meg azt mondta, hogy Gábor, ez nem a te dolgod, ő segítséget kért tőled, és neked kötelességed lett volna segíteni, de én úgy érzem, hogy azzal segítettem neki a legtöbbet, hogy elmondtam azt, hogy... Így van, nem azzal segítünk, hogy eltöcsköljük a pénzét, és azzal nem segítünk neki. Még én visszautaltam neki a díjunkat. Tehát, hogy én annyira lelkiismeretesen csináltam, hogy tessék, itt van vissza a pénz, ezt a nem tudom, 2 óra hosszát én állom. Na, ez tök korrekt. Hát ezt nem sok marketinges csinálja, így valószínűleg. Hát pont tegnap tesztem össze, vagy érveltem az egyik hazai legnépszerűbb marketinges csoportban, ahol egy nő kért segítséget, és ott megírtam a nőnek a véleményemet, hogy egy marketinges, egy azt a feladatot, minimum, hogy mondjuk egy AdWords-nek a fiók beállítási díja, vagy Google-esnek a fiók beállítási díja, az minimum ilyen 100 000 forint, a havi díj pedig 40-50 000 forint,
és hogy nem éri meg kiszervezni ügynökséghez a 100 000 forint alatti büdzséjét, amit ő bele tudott volna tenni. És akkor egy kicsit nekem esnek, hogy miközön van ahhoz, hogy ő mit, hogy mennyire, mit mennyi pénzt szán mire, és hogy én a saját magam ellensége, hát saját magam vállal. Hát a sok hiéna ott rápattant a még a lepattanóra is. És a nőnek kb. Ilyen 20 000, az én meglátásom szerint, vagy az én tapasztalatom szerint ilyen 20 000 forintnál nem lett volna több egy ügynök, a ügynökségi díjra. Viszont egy marketing ügynökség 20 000 forintért mit csinál? Semmit. Most nem akarok nagyképű lenni, de 20 000 forint egy vállalkozónak az nem pénz ebben az esetben. Az az óradíja. Hát, igen. Én például most rendeltem a Libriből 27 000 forint értéknyi könyvet. És azt majdnem minden hónapban megcsinálom. Tehát nem éri meg. Ugye, én is néztem, láttam ezt a beírást, és én is láttam, hogy rengetegen rápattantak, és néztem, hogy most mit húznak le ebből. 20 000 forintot. Jó, ennél durvábbat csak akkor láttam, amikor egy hazai étolajgyártónál jártam, és megmutatta nekem, hogy az előző évben az ügynökség hogy és mire költötte el a pénzét. Én meg leestem a székről, mert nem akartam hinni a szememnek. Képzeld el, YouTube videókat forgattak neki, 50 millió forintos büdzséből. Szerinted mennyit költöttek YouTube-on médiavásárlásra, hogy ez eljusson az emberekhez? Hát, hogy hogyha... mondjuk 1 millió forint volt a filmnek a elkészítése, és akkor hogyha 1 millió forint a filmnek az elkészítése, akkor legyen 10 millió forint, amit elköltünk a YouTube-on, meg a Facebook-on a Watch funkcióban. Képzeld el, ez a cég nem ezt csinálta. Ők az 50 millió forintot költötték filmkészítésekre. Igen. És 0 forintot költöttek médiavásárlásra. Mert hogy az majd organikusan terjed? Hát... terjedhet organikusan, látták, hogy 200-an ezeket a videókat. Akkor valami a nagyon... a rokonság és a barátok. 50 millió forintot költöttek el. Csodálkozunk-e, hogy ez a megrendelő, ez rendkívül mód kiábrándult volt a reklámügynökségek munkájából. Tehát ő marketing sérült lett, nála már hiába kampányolnánk azt, hogy figyelj, ezt így kellett volna, ezt úgy kellett volna. Azt én már hiába tettem le terveket az asztalra töredék pénzből, de értelmesen elköltve. Már abban sem bízott. Már nem tudott bízni senkinek, és senkiben és senkinek nem mit. Ez a nagyon nagy baj. Nekem is ez a sokszor a bajom. Elmegyek egy tárgyalásra, és elmondom, hogy én ezért felelősséget vállalok. Tehát, hogyha megbeszélünk valamit, akkor az úgy lesz. Ha nem lesz úgy, akkor addig csinálom, még úgy nem lesz. Mint ahogy valamelyik nap is jött a Facebookon alá egy komment, amire ugye te is válaszoltál, hogy a marketingesek nem vállalnak semmiért sem felelősséget, és akkor felvilágosítottam a vállalkozót, hogy ez nem teljesen így van, hiszen a jó marketinges az tud kulcsszavakat kutatni, megfigyelheti a Facebookon a trendeket, ismeri a KSH-t, és már van benne annyi sablon, és mintázat a fejében, hogy tudja azt, hogy mondjuk a futócipőboltot nem érdemes nyitni, meg parfümökkel foglalkozó webáruházat sem érdekes nyitni, vagy érdemes nyitni, mert telített a piac, és voltak már ilyen ügyfeleim, akik megpróbálkoztak 500 000 forinttal, 1 000 000 forinttal, és nem jött nekik össze. Tehát lehet mondjuk futócipőboltot nyitni, csak akkor mutassa meg a vállalkozó bankszámláján a 100 000 000 forintot, és akkor elkezdhetünk ezzel együtt dolgozni, vagy vele együtt dolgozni. De amennyire ebben nem képes, akkor én ebben nem leszek partner, mert tudom, hogy ez bukó lesz az egész. Bukó lesz az egész, és akkor majd viszi az én rossz híremet, hogy nyilván nem ő volt a hibás, hanem a hülye marketinges, aki nem tudta 500 000 forintból beindítani az ő vállalkozását. Pedig látod, Elon Musk valószínűleg egy fillért nem költött még médiavásárlásra. Igen. Imádom is azért. És most állítólag szélne keresztette a PR csapatát, és mindenki azt nézi, igen, hogy milyen PR csapata volt. Hát ő egy személyben maga a PR, kitalálja a hülyeségeit, és írják az újságok, mint az állat. Viszont ő nem szociopata, mert valamelyik nap láttam, vagy pszichopata, mert láttam a tévében sírni. Amikor a, vagy láttam a YouTube-on sírni. Láttam Gyurcsány Ferencet is sírni már a... Ja. Ne viccelje már. Akkor aznak nem feltétele. A szociopata, a pszichopata arról ismerszik meg, hogy el tudja játszani. A sírást is? A sírást is. Legjobb színészek.
Sa elnézést a színészektől. De ez van. Hiszen ők nem csak el tudják játszani a szerepüket, hanem olyan szinten tudják manipulálni a környezetüket, uh-huh. hogy azok hisznek benne, mint valami vezérben. És akkor most nem menjünk túl messzire. Mennyi de a Musk is ilyen, tehát tegyük hozzá, hogy ő is egy ilyen ember, rendkívül jól tud manipulálni, rendkívül jó marketinges és PR szakember, hiszen túl sokat nem is költött erre, ő adja a témát a sajtónak, és azok írnak róla. Mint amikor betölt a golyóálló mellényt a Cyberparkba. Vagy golyóálló üveget. Az egy előre megtervezett, zseniális PR akció volt. És azért PR, mert nem kellett érte fizetnie. Mi ezt már elfelejtettük, hogy az igazi PR az amiért nem fizetsz. Hanem csak témát adsz. Vagy csak egy kicsit meglocsolod a tüzet egy kis benzinnel, és utána magától igen, beindul. Igen. Imádom, ahogy gyorsul. De még nem csinál, nem gyorsultál még nulláról. Nem, azzal még nem. Tehát majd, hogyha lesz egy pihenő, akkor oda menjünk ki. Tényleg ennyivel döcögnek itt 90-nel mennek a külső sávban. Oh. És akkor a teslásokra mondják, hogy mi 110-zel döcögünk ki a külső sávban. De láttad, hogy a mögöttem jövők azok milyen rendesek voltak? Hárman elmentek a másik sávba, hogy tényleg? Tudjak még egy pár másodpercig nyugodtan lenni. Köztük a kék BMW-s is. Hát lehet, hogy nem tudták, hogy mi a bajod. Lehet, hogy azt hitték, hogy na most merült le a teslást! Na, húzzunk innen köcsök. Arrébb! Belecsapódunk hátulról! Egyébként, amikor lejöttem hozzád, én pont azt álmodtam, megmondom, tudja, hogy úgy találkozok veled, hogy te éppen töltöd a tesztládat. És így is volt. Hiszen töltőnél találkozunk, hát tesztlát is meg kell itatni rendszeresen. Durva, milyen érzést kelt ez a gyorsulás, ez a nyomása. Na, tényleg. Szerinted mi a baj a mai vállalkozókkal? Hát itt általánosságban tudok beszélni. Egyébként nagyon sokszor megkapom azt, hogy általánosítok, de szerintem az általánosítással nincsen az ég egyet a világon semmi gond bizonyos helyzetekben. Én itt a vállalkozókat két részre bontanám. A régiekre és az újakra. A régieknél az a legnagyobb baj, hogy nem nagyon hisznek az online. A régiekkel az a legnagyobb baj, hogy nem igen hisznek az online világában. Igen, őket nehéz meggyőzni. Igen, és ha meg is győzöd őket, akkor már vesztett helyzetben vagy, hogyha te győzködöd az ügyfelet, hogy jöjjön ide és hirdessünk ezen a felületen, mert ő azonnal eredményt akar. Ő tudja azt, hogy lehet az online felületet mérni, és ő mérhető eredményeket akar. És az a legnagyobb baj, hogy az ő gondolkodásuk a technikát illetően bináris. Tehát csak fekete, vagy csak fehér létezik. És például a Google AdWords-nél, azaz a Google Ads-nél nem veszik figyelembe azt, hogy a pihenőbe? A pihenőbe? Aha. A Google Ads-nél nem veszik figyelembe azt, hogy az is egy reklámfelület. Csak azt, imádom, hogy a kormány így berángat néha. Azt miért csinálja? Berángat. Az a sávtartó automatika. Ja, aha. Ellenkezik, hogy ne csinálj hülyeséget. Téged véd. És az a legnagyobb baj, hogy csak feketében és fehérben tudnak gondolkodni, és mindent mérni akarnak. Hogyha beleteszünk valamibe 100 forintot, akkor abból megy. Abból... Csak keresztül. Aha. Ja, hogy elindulunk onnan. Ha beletesznek valamibe 100 forintot, akkor abból ők ki akarnak venni. Ezt engedd el. Ha beletesznek egy reklámba 100 forintot, akkor abból igenis, hogy ki akarnak venni 1000 forintot. És csak azt látják a statisztikában. Még. Az a jó, hogy senki nem jön még a környéken. Akkor nyomjad. Akkor padló. Á, nem, ez nem megy. Jaj. Nem megy? Nem. Ez sok neked? Ez sok. Komolyan? Elment az agyamból a vér, ez nem bírom ki. Hú! Nem.
Akkor te azért vezetsz itt kiment. Itt kiment az agyamból a vér. Ja, még nem. Szerintem ha végig nyomom, akkor ráírok a végére. Akkor kapcsoljuk be az autopilotot. Rossz tesz pilót. De nem baj, a vendégségben is ugyanilyen rossz vagyok. Megkínálnak pálinkával, akkor nem kérek. Megkínálnak, nem tudom, fehér kenyérrel, akkor azt sem kérek. Tehát én mindenhol rossz vendég vagyok, úgyhogy ne vedd magadra. Egyébként ezt megértem, mert ebben én is ilyen vagyok, se pálinka, se fehér kenyér, ha nem muszáj. Nálam se játszik. Na, megkapjuk ott. Na, a Teslás, bazd meg, persze, se pálinka, se fehér kenyér. Nem, a hülye marketinges. Na mindegy, és a régi, az öreg vállalkozók, vagy a régi vállalkozók, tényleg csak a számokban hisznek az online terén, és nem tudják elképzelni azt, hogy a AdWords-os reklám is reklám, és azt az Istennek sem tudom már ilyen 30 év fölött, én 33 éves vagyok, tehát nem szidom a 30 év fölöttieket, hiszen én is ebben a korban vagyok, nekik már az Istennek sem tudom elmagyarázni azt, hogy a odaírt konverzió, ha például 123 konverziót látunk a statisztikában, a simán lehet 150-160 konverzió is, csak egyszerűen a hirdetés blokkolók miatt, az eszközök közötti átjárhatóság miatt, és a többi miatt. Hát meg lefordult valami miatt nem. A vásárlás közben, nem? Nem, ez hogy már végigvitte a vásárlást, azért van konverzió, csak hogy nem tudunk mindent megmérni. Tehát ja. Nem állnak a vásárlók fölött gumibottal rendőrök, hogy írd be, hogyha vásároltál. Hát, és akkor főleg ugye mondjuk egy gyógyszerpiaci termékről beszélgetünk, akkor meg lehet, hogy konvertált volna, de valójában meggondolta magát és lement a sarki patikába megvenni a cuccot. Igen, de az is reklám. A reklám hatására történt, csak ugye nem tudjuk azt a konverziót, igazából nem tudjuk mérni. És lehet, hogy az lesz a több. Igen. Lehet, hogy az lesz a több. Sokszor szoktam így vitatkozni a vállalkozókkal, hogy figyelj, elkezdtünk dolgozni, nekem mondd meg azt, hogy tudom, január, február, márciusban milyen volt a forgalmad, és hogyha én beléptem a te vállalkozásodba, nézzük meg, hogy akkor meg mekkora volt az összforgalma. És akkor azt mondja, hogy mi ja, hát ez mondjuk nőtt 30%-kal, de itt a statisztika akkor is csak ennyit mutat, úgyhogy ez nekem nem ír meg. És akkor eltelik egy hónap is, visszaesik a megrendelések száma, és akkor felhív, hogy ha akarod, akkor folytathatjuk, már mondjuk így visszaesett azt a statisztikám, de nem tudom, hogy mitől lehet. Na mindegy, Gábor, csináljad. Aha, csak nem biztos, hogy ez a kaliberű ember vagyok, akit így lehet rángatni. A másik nagy hiba, amivel viszont én találkoztam, olyan ügyfeleknél, akik régi típusú ügyfelek, tévés költés, ugye náluk az alap, és a tévés költéssel hasonlították össze az Ads, vagy meg a Facebookos költéseket, és elérést néznek. És nagyon nehéz velük megértetni, itt már nem elérést kell nézni. Nagyon nem. Hát elérést kell nézni, csak a TV rádióban nem tudod belülni azt, hogy hány év, vagy milyen demográfiai. Hát mert ott mit csinálsz? Hát ott boldog-boldogtalan látja azt a TV műsort. A háttérben, a konyhában. Hát ugye tudjuk, hogy az olyan vak. Hogy is hívják ezt most? Reklámvakság. Igen. Nem ezt akartam mondani. Tehát olyan tömegével lősz mellé is, de ahhoz, hogy elérd a... Mert ugye a tévében a hirdet... Sok akkor... homokat kell megtisztítani ahhoz, hogy meglegyen az aranyszem. Pontosan. Itt meg úgy van, hogy eleve már a szitának a fele az... Nem, nincsen benne fölösleges homokszem. Igen, és ezt kell velük megértetni, hogy ez egészen a máshogy működő sztori és média. Szerintem beszéljünk az újakról is, a friss vállalkozókról, a friss vállalkozásokról, akik... Tudod, hogy ott mi a legnagyobb baj? Na. Az, hogy leül a nem... Tehát, hogy marketing terén, vagy vállalkozói tapasztalat terén üres fejű vállalkozó. Mindannyian voltunk ilyen üres fejűek, szóval ezt nem kell merre szívni. És beírja a Facebookon azt, hogy marketinges vagy marketing. És akkor megtalálja Jancsikát, Pistikét, meg Józsit. Jancsikának a belájkolja az oldalát, megkapja az első hirdetését, hogy Jancsika azt csinálta, hogy 24-szeresére megnövelte a, mit tudom én, melyik vállalkozónak a forgalmát, vagy a saját magának a forgalmát, azzal, hogy a, mit tudom én, milyen 8 gombot beállította a Facebookon.
Aztán ugye a vállalkozó ezt elkönyveli magának, hogy hát ez 24-szeres forgalom, akárhogy is nézzük, és van itt egy esettanulmány is. Az esettanulmányra majd egyszer lehet, hogy külön kitérek, hogy ki tudja, milyen torzításokon keresztül látja az az ember a világot, aki megírja az egyszemélyes esettanulmányát. Egyébként erre van is egy kedvenc mondásom, hogy én csak abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítok. A másik az, hogy például megnézi Seo Józsinak a reklámjait, akkor Seo Józsi azt ígéri, hogy 50%-kal vagy ötszörösére megemelte a forgalmat. Azzal az egyszerű trükkel, hogy ezt meg ezt bárította a weboldalon. Aztán megnézi még egy embernek, vagy még egy marketingesnek a reklámját, aki azt ígéri, hogy a hírlevéllel megszázszorozza a forgalmadat, nem tudom, 33 napon belül. De mindezt egyébként Ads reklámokban és Facebook ja, igen. reklámokban tolja. Engem az érdekelne, hogy miért nem most simán csak SEO-val ír el, meg levélszeméttel ír el ugyanez az ember. Érdekes volt, nem? Na mindegy, csak a szegény üres fejű vállalkozónak már valamennyire meg van töltve a feje ezzel a tudáshalmazzal, és akkor kialakul benne a horgonypont. És hogyha megkeres minket, akkor én azt fogom neki mondani, hogy ha most indul el a webáruházad, akkor számolj egy olyan időintervallummal, hogyha most elkezdünk neked blogolni, kereső optimalizálni, Facebookban hirdetni, Ads-ben hirdetni, akkor majd egy év múlva lehet, hogy tudsz is vele pénzt keresni. Az itt nézett közben? Lehet, hogy tudsz is vele pénzt keresni, de az egy év az kesermesen síralmas lesz, mert rohadtul nem fogsz bele pénzt keresni. Oké, ismerek én is olyan vállalkozót, aki tényleg megnyitotta a webáruházát, megnyitotta a szolgáltatását, és azonnal bejött neki, de itt ezer az egyhez az esély. És a horgonypontját az ügyfélnek, vagy a potenciális ügyfélnek nagyon nehéz feltörni, vagy szinte lehetetlen. Ez a legnagyobb baj, szerintem a piacra. Tanultam egy új kifejezést, horgonypont. Ezt pedig nem hallottam. Meg talán mind a két csoportban az a közös, hogy hisznek a csodában, a varázslatban. Ez ugye gyermekkorunkból maradt bennünk, hogy hiszünk a mesében. Hiszünk abban, hogy a világ az igazságos. Pedig nem az. Attól, hogy te csinálsz egy webáruházat, mondjuk 500 000 forintért, vagy akár 3 000 000 forintért, az még egyáltalán nem azt jelenti, hogy sikeres leszel. De közben ugye azt mondod, hogy a világ igazságos, te ezért megdolgoztál azért a 500 000 forintért, megdolgoztál azért a 3 000 000 forintért, megdolgoztál azért, hogy egyszerűen összeálljon az a webáruház, és annak működnie kell, mert a világ igazságos. Pedig a világ nem igazságos. Nem, ez nem így működik. Olyan jó lenne GTA-sat játszani ezzel az autóval. Meg kirángatni néhány embert az autójával. Tudod, hogyha nem erült a Teslád, akkor keresel egy másik Teslát, amiben még van kakaó. Amúgy ez a gyorsulás majdnem olyan jó, mint a punci. Nem tudom. Almát a körtében nem hasonlított össze. Puncival együtt jó gyorsulni a Tesla. Nem tudom, hogy a kis Hondám ezek után mennyire fog tetszeni. Mennyire lesz jó a vezetési mindenki ettől rettek, hogy milyen szar lesz visszaülni a saját autójába. Ezt mondja az összes Ferrari is, meg Lamborghini is. De mióta foglalkozol a marketinggel, és mi vonz ebben egyáltalán? 2009 óta foglalkozok marketinggel, és én ebbe belecsöppentem, én nem szerettem volna marketinges lenni. Nekem az első szakmám a szakács, és audiktata módon elkezdtem kitanulni a programozást, mert én programozó szerettem volna lenni. És... Tehát akkor született kocka vagy valójában? A szakács szakma az nem kocka. Na de azt mondtad, hogy programozó szerettél volna lenni. Hát igen. Igen, végül is akkor igen. Született kocka vagyok. És mondjuk a Star Trek sorozatot is végignéztem, vagy százszor, úgyhogy... Az kockaság? Az kockaság, az... Jó, akkor nem vagyok kocka, én nem néztem. És engem is dühít, hogyha a Star Trek-et összekevők a Star Wars-szal. Jó, hát az a tudatlanság, illetve később születettek. Az a fiataloknak még megengedhetőbb. Na igen, és akkor...
volt egy tematikus fórumom, és ott... Volt egy tematikus fórumom, és úgy gondoltam, hogy kiadok egy banner felületet egy olyan elkereskedőnek, vagy webáruház tulajdonosnak, aki már elég híres a saját szakmájában, és tudtam azt, hogy ott azért pörögnek a 100 milliók. Kiadtam ezt a reklámfelületet, ő tisztességesen ki is fizette, minden happy volt, és egyszer csak elkezdett panaszkodni a programozójára, hogy a programozója nem ér rá, sem tudja megcsinálni, azt sem tudja megcsinálni. Én megmondtam neki, hogy hát én szívesen belenéznék, és megpróbálnám megoldani ezt a hibát, és azt mondta, hogy természetesen itt vannak a jelszavak, old meg. És láttam, hogy egy vagy két nap alatt sikerült is megoldanom ezt a problémát, amit ők nem tudtak kivitelezni, és így lettem a szakácsból webáruház programozó. Aztán még ezzel a kereskedővel nyitottunk 9 másik webáruházat. 9 másikat? Igen, és az elég ütős volt, elég szépen jött a pénz, és akkor robbant be, vagy akkoriban robbant be egy Magyarországra is a Google AdWords, vagy a Google, hát akkori néven ugye Google AdWords, és mondta, hogy Gábor, nem akarod-e kipróbálni, itt van, mit tudom én, 300 000 forint, aztán majd lesz belőle valami, vagy nem. És mivel akkoriban a programozó voltam, ugye a Google Ads felület engem nagyon lenyűgözött, hiszen hihetetlenül bonyolult volt, de hogyha megtanultad a mögötte lévő logikát, akkor átláttad ezt az egészet. Aha. Jó, oké, 2 évbe tellett nekem, hogy megértsem az AdWords-nek a működését, és hogy hogyan kell reklámszöveget írni, és a többi, és a többi. De erre olyan kapacitása volt a cégnek, hogy minden hónapban odaadta nekem ezt a kezdetben, mint hogy 300 000 forintot, a későbbiekben pedig ilyen 500 000 forintot, hogy Gábor, csináld. Igazából mi akkora olyan nagy cég vagyunk, hogy valószínűleg bármit csinálsz, az nekünk előbb-utóbb úgy is hozni fog pénzt. Ha nem most fogja hozni Gábor, de 3 év múlva is lehet, vagy lehet, hogy 3 év múlva térül meg, úgyhogy emiatt ne fájjon a fejed, csinál csak nyugodtan. Én pedig elkezdtem csinálni. És akkor így elkezdtem az ő ismerőseinek is csinálni, elkezdtem olvasni a reklámokról, hogy hogy lehetne ezt még hatékonyabban csinálni. Szóval a sok marketingessel, a sok mostani marketingesekkel ellentétben nekem azért nem napi 30 vagy havi 30 000 forintos ügyfelem volt már akkor sem. Tehát nekem volt hatalmas nagy mozgásterem. És akkor még ugyanez a vállalkozó kitalálta azt, hogy mi lenne, ha itt vásárolnánk magazin megjelenést, ott vásárolnánk bannereket, ha Gábor, te csinálnád meg a bannereket, de közben ugye programoztam a másik 9 webáruházat, tehát hogy elég összetetten ráláttam az egész folyamatra. Hogy mi vonz ebben? Nem tudom, az embereknek az irányítása, a saját magam irányítása, a vállalkozókkal való kommunikáció, az együttérzés, empátia, az, hogyha megkeres engem egy vállalkozó, akkor vele szövetséget kötök, és a szövetség akkor működik, hogyha mind a ketten tiszteljük egymást. Én a legkeményebben leszólom a vállalkozót, vagy az ügyfelemet, hogyha azt veszem észre, hogy nem kezd el tisztelni, vagy nem úgy szól hozzám. Tegnap előtt is írtam egy ilyen levelet, hogyha vele még egyszer tisztelettel leszel, akkor letiltalak a fenébe is. Tényleg? Persze. Jó pár vállalkozónak azért előbb-utóbb lesz egy Isten komplexusa, mint amilyen nekem is volt, ha megnézed a régi kommunikációimat, amit már letöröltem, hogy Dajka Gábor, Dajka Gábor, Dajka Gábor, Dajka Gábor. És ugyanez a többi vállalkozóval is ugyanígy elő szokott fordulni, hogy bejön az omnipotens énje. Ezen már próbáltam kicsit finomítani, csak nem lehet egyszerre sokat átírni. Például most már nem Dajka Gábor marketing szakértő vagyok, vagy Dajka Gábor webáruház forgalmazó marketing specialista. Kérdezni, miért jobb ez a D. Gábor élettársát baltával fejen kólintotta? Hát ennek két oka van. Az, hogy rájöttem, hogy nem vagyok Isten. Vagy inkább használjuk az omnipotens kifejezést, a mindenhatót. A másik pedig az, hogy majdnem megismertem egy lányt, és a Facebookon azt írta meg nekem, hogy Gábor, komolytalan vagy. És ott dobtam egy hátast a számítógépem előtt, hogy én miért vagyok komolytalan. Kiadtam 2 könyvet.
van 4-5 munkatársam, aki minden hónapban tisztességesen megkapja a fizetését. És ott krízist okozott nekem, egy világ tört össze bennem, hogy egy nő azt mondja rám, hogy én komolytalan vagyok. És átnéztem a korábbi kommunikációmat, átnéztem a saját privát Facebook oldalamat, és valóban rájöttem, hogy igaza van kívülről, úgy, hogy megittam, mint egy fél liter vodkát, azt lát, és akkor kívülről tudtam nézni magam, hogy tényleg ez a srác, ez tényleg ilyen komolytalannak tűnik. Nyomja a szöveget, rizsázik, felteszi az ételfotóit a privát Facebook oldalára, ami ki a fenét érdekel, nem is jött rá a reakció, szóval abszolút igazat adtam neki. Hát nem biztos, hogy azonnal az első tyúknak a szavára adni kell. Hát igen, csak de beláttam, hogy igaza van. Tehát, Nem lehet, hogy kicsikét alul értékelted magad ennek hatására? Hát, mert mondjuk neked mondjuk az átlagnál jobban tetszett ez a nő, és akkor ha egy ilyen nő, aki az átlagnál jobban tetszik neked, ez leértékel téged, akkor te leértékeled magad. Ez is lent benne van, viszont én örök... Ja, még nem? Aha. Viszont én örökre hálás leszek neki, mert azóta sokkal komolyabb ügyfeleink jöttek, amióta megcsináltam ezeket a változtatásokat. Igen. De úgy érzed, hogy jó irányba... Nagyon jó irányba terelt el, azzal az egyetlen tőmondattal, vagy illetve... Hát igen, tőmondattal, hogy komoly talán. Nem lehet, hogy ez véletlen egyébként? Biztos, hogy van összefüggés a kettő között? Hát igen, ez a kritikus gondolkodásnak a lényege, hogy vajon van a kettő között különbség, biztos, de lehet, hogy lehet, hogy simán csak időzítés. Az is lehet, hogy magától is bekövetkeztek volna ezek a plusz sikerek, amikkel, vagy ezek a plusz ügyfelek, akik... Sőt, más mondok, lehet, hogy a korábbi videóid érlelték meg a mostani sikeresnek mondott ügyfeleidet. Egyébként ugye... Tudjuk, hogy azért kell egy időfaktor is, ugye itt nem azonnali vásárlásokról beszélgetünk, amikor marketingest választunk. Jobbra vagy balra? Nem. Megfordulunk és mi átmegyünk a... Akkor most mi a fejét csináljuk? Balra? Balast. Aha. Ugye az ember tesztát vezet, elfelejti a kreszt. Várj az, hogy... Ja, így. Majd ne így gyorsuljál, 200-ra. Visszamegyek az autóba. Ja, ott van a nyíracska, ha? Igen. Balra. Egyébként az a vicces az is, hogy te... Egyébként az a vicces, hogy azt láttam, hogy te meg 2017 óta követed az oldalamat, és 2019-ben lettél az ügyfelem. Tényleg? Annyival korábban bekerültem? A Facebook jelzi azt, hogy mióta... Na, erről beszélek. Tehát én még én se gondoltam volna, de erről beszélek, hogy... Kellett 2-3 év, mire... Itt hosszan követünk valakit, mire megérlelődik a helyzet is, mert a helyzetnek is meg kell érlelődnie, hogy... Igen, mert... Hogy valami, na jó, akkor... Na, akkor adjunk egy feladatot Gábornak, nézzük meg, hogy mit csinál. Hogy működik az, aki a szövetség hirdeti, hogy marketing szakértő. Webáruház forgalomnövelő marketing specialista. De tudod, milyen jól működött az elején? Rengeteg shoprenteres és unaszos ügyfelem volt, amikor ezt a címet használtam. Csak az volt a baj, hogy nagyon kevés vagy kis büdzsével akartak dolgoztatni. Igen. Tehát ilyen havi 100.000 forinttal indultunk el. Hát ezek nem multicégek. Igen. És amit el tudtam ezért a munkáért kérni, az havi 20.000 forint. Tehát én 2013-ban alapítottam meg a vállalkozásomat, az egyéni vállalkozásomat, azóta már van KFT-m is, ugyanilyen tevékenységi körrel, hogy a legelején, az első 2 évben a Katának a adóját nem tudtam kitermelni. Annyi pénzem nem volt. Azért kellett ugye programozóként dolgoznom, vagy programozó marketingesként dolgoznom, és szépen lassan elkezdtek csordogálni az ügyfelek. Az ilyen 20-30 ezer forintos ügyfelek, és volt egy olyan nap, amikor reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy úristen,
ha megvan 60 ezer forint, abban befizetem az 50 ezer forintos katát, és van 10 ezer forintom a főállásom mellett. Hát 10 ezer forintból 2013-ban nagyon sok mindent lehetett csinálni. Hogyha nem volt pénzed ugye abban a viszonylatban. El tudsz menni 10-szer reggelizni a plázában az étterembe. Vagy 9-szer, és mellette minden reggel tudsz venni magadnak energiaitalt, Red Bullt és Coca-Colát. Akkoriban kb. Ilyen céljaim voltak, ezek értettek. Mert még fiatal voltál és búhú. Na, mitől jó egy marketinges szerinted, Gábor? Hát legelőször az, hogy őszinte, és van szakmai rálátása az adott témára. És te őszinte vagy? Hát én őszinte vagyok, és annyira vagyok őszinte, hogy kiszokták írni nyilvánosan néha, vagy kiszokták írni publikusan néha azt, hogy megsértettem ezt meg azt az ügyfelet ilyen-olyan telefonbeszélgetéssel, és ilyenkor elkezdenek bosszút állni, leértékelnek, diszlájkolnak. Például én most már nem tudok feltölteni egy videót a YouTube-ra úgy, hogy az első 15 percben, hangsúlyozom, az első 15 percben ne legyen rajta 20 dislike. Én ezt akartam kérdezni, hogy miért vannak nálad letiltva a like és a comment szekció. Igen, mert sokan azt hiszik, hogy nem bírom a kritikát, és megsértődök, és kiborulok tőle, és akkor csak azért is jönnek kritizálni a csökkenti EQ-val megáldott emberek, hanem valójában arról van szó, hogy én annyira őszinte vagyok egy marketing tanácsadás alkalmával, vagy egy telefonbeszélgetés alkalmával, hogy megmondom, figyelj, ebben ne vágj bele. És ha azt érzem, hogy nincsen meg a szellemi kapacitása az adott embernek ehhez a tevékenységhez, akkor azt is elmondom neki, hogy figyelj, ne haragudj, én nem érzem úgy, hogy te ezt szellemileg tudnád menedzselni. Tényleg nagyon jól hangzik az, hogy Pista Jóska 100 millió forintokat csinál, de az mind hazugság. És hogyha te akarod csinálni a saját vállalkozásodat, akkor neked kell lenni a menedzsernek, a befektetőnek, a marketingesnek, ja, és persze természetesen a szakembernek is. És hogy ez kell egy IQ. Tényleg, mintha meséltél volna olyan vállalkozásról, ahol nagyon komoly havi büdzsé volt elköltve, aztán az AdWords-ben, és azért hívtak téged, mert nem látták az eredményeket, a nem tudom, havi 10 milliós költés, nem emlékszem már mennyit mondtál. És kiderült, hogy a rokon kislányra bízták, ja, ezt a unoköcsére, meg ilyenekre. Ezt a brutál, ja, brutális büdzsét. Ja, költöztetős lomtalanítással foglalkozott, azt hiszem, de ne ilyen kis helyi sarki embereket képzelj el, hanem volt vagy 50 kamionjuk, meg vagy 200 alkalmazottuk, vagy valahogy valami ilyesmi nagyságrendet képzelj el, és tényleg az unokaöt csinálta az AdWords-ot, és nem tudom, hogy hány 10 000 forintos napi díjjal pötyögött, és nem csak a költöztetés lomtalanítás kulcsszóval jelentek meg, hanem már Audi vásárlás, vagy Tesla részvények, tehát a több ilyen 100 000, több 100 000 kulcsszó volt beimportálva. És ezt szóvá tettem, de ők kértek meg, hogy én segítsek. Persze, én pedig... azért írtak téged, hogy nézd, hát, hogy mi hol a hiba. És te meg megmondtad. Megmondtam, hogy 100 000 kulcsszóval fölösleges dolgozunk csak 12-vel, és akkor azt mérjük. De végül nem lettek az ügyfeleink, mert most hogyan sértsék meg a család egyik tagját. És ez is egy hatalmas nagy vállalkozói hiba, hogy sokszor nem tudom kicsavarni a család barátjából, vagy a családtagból a Google Ads-nek a kezelését, vagy az egész marketing folyamatot, mert hát ő mégiscsak családtag. És az éttermeknél is nagyon gyakran, ez miért igaz? És az éttermeknél is ugyanezt tapasztalom. És az éttermeknél is például ugyanezt tapasztalom, hogy a unokahúg fel van véve pincérnek, és fel van véve marketingesnek, és az unokahúg, oké, nagyon jó, kitalálja az étlapot, konzultál a szakácsokkal, és a többi, és a többi, de a Facebookra meg úgy posztol, mint amilyen az ő személyisége, mint egy 16 éves, bulizós kislánynak, hogy finoman fogalmazzak. Sok smiley-val, sok, mit tudom én, milyen emojikkal, tagolatlanul. Tényleg én nemrég jártam egyébként egy hazai étteremlánc vezetésénél, és kerestek egy
egy olyan reklám szakembert, aki segítene nekik nemzetközivé fejleszteni a hazai hálózatokat. Ó, de jó hangzik. Igen, ez marha jól hangzik. És hát nyilván ilyenkor felkészül az ember a cégből, megnézi, hogy legalábbis kívülről nézve, mit látok a Google-ban, mit látok a Facebookon, a kommunikációjukból. Jó, hogy nem látok bele a fiókjukba, de azért kívülről az egy-két dologra azért lehet következtetni. Lehet következtetni. És képzeld el, hogy itt is az volt, hogy elmondtam nekik, hogy látom, hogy valaki dolgozik. Aha. A nektek, csak nagyon-nagyon rossz hatékonysággal, ugyanis nem kapok remarketinget, hiszen lekattintottam már több nappal ezelőtt ezt az oldalatokat, tehát ugye szörföztem az oldalatokon, a hirdetéseteket direkt lekattintottam, hogy kapjak remarketinget. Semmi remarketing, semmi sehol. Azért már mered túl. Tehát nem kaptál remarketinget? Tehát látom azt, hogy mi az, ami... Hát meggondolom a kommunikációs stílusát is, tehát hogy van megfogalmazva egy... Oké, mondjuk az edzben kis szöveget lehet írni, azt hiszem 30 karaktert. Tehát abba is bele lehet csempészni varázslatot, szép szó mondjuk használatot. Mondjuk abban nehéz kreatívot bele, de oké, de lehet, valamennyire lehet. És... láttam rajtuk, hogy rohadtul nem tetszik nekik, hogy megmondom, hogy az, ami jelenleg zajlik, az látom, hogy az egy ilyen házi megoldás, tehát valaki próbálkozik dolgozni rajta, szerintem nem szakember dolgozik rajta. Majdnem megmondtam a gondolatomat, hogy valamelyikötök mókol a Google-ban abból a 15 000 forintos keretből, amit kuponként kaptatok, és hogy talán ez így nem lesz jó. És hogy értem, hogy ezért megkerestetek egy szakember, de én hadd mondjam ezt szakemberként, hogy szerintem meg ez zajlik jelenleg. Nem, tehát rohadtul nem tetszett neki. És figyelem azóta a kommunikációjukat, hogy na, akkor a nemzetközi növekedést kilátásba helyező étteremlánc, az most mit csinál? Semmi más nem csinálnak azóta sem, mint telefonnal lefényképezik a kajákat, és azt kiposztolgatják a Facebookra. Ez egy 16 éves kislány szindróma, nem? Nézem, hogy ebből nem lesz nemzetközi lánc így, hogyha ez a terv. De mindenki, de marketinges, te nem tudod szebben lefétózni a telefonoddal azt az ételt. Igen, abból, hogy volt már ilyen ügyfelem, aki ezt mondta. Abból, hogy egy pohár vízzel nem kínáltak meg a tárgyalás folyamán, sejtettem, hogy itt nagy büdzsé nem lesz. Nekem volt konkrétan ilyen éttermes ügyféljelöltem, aki a beszélgetés végén firtatta azt, hogy de most Gábor, te sem tudod szebben lefotózni azt az ételt. Ez beigaza volt. Mondjuk nem volt igaza, mert azért szemben lehet. Ezért hívunk mi egy profi fotós. De azt ki kell fizetni. Az akkor sem lesz hatékonyabb. Nagyon, egyébként rengeteg vállalat, tehát azt kell tudni, hogy itt már nálam a nagy számok, meg nálad is gondolom, a nagy számok törvénye van. Tehát sok helyre elhívnak engem, gondolom téged is, és sok embert megsértünk az őszinteséggel. És emiatt tényleg egy jó páran bosszút is akarnak állni. És bosszút is állni. Nem, egyébként nekem eddig az volt a tapasztalatom, hogy jó, hogy szeretik, ha őszinte vagyok. Még ha az néha fáj is, de nem mindenkinek esik jól. Itt nagyon azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nem esett jól nekik az őszintességem. És nem is baj, mert ilyen vállalkozóval vagy ilyen céggel én nem akarok dolgozni. Én csak ott tudok sikeres lenni, kreatívként, meg reklámszakemberként. Ahol van összjáték, ahol megértik a kritikámat, nem bántásból kritizálok. Tehát szövetséget kötök. Így van. Tiszteleten alapú szövetséget kötök. Ez minden ügyfelemmel így volt. Tehát vagy hisz nekem és bízik bennem, akkor tudunk együtt dolgozni és eredményesek leszünk. Vagy hát akkor az elején váljunk el, hogyha nem tetszik az, hogyha elmondom, hogy hol vannak eleve a hibák. Onnan indulunk. De azt is meg kell érteni, hogy te csak egy eszköz vagy, vagy illetve a marketinges csak egy eszköz, tehát nem mi ülünk az ügyfélnek a foteljében, nem mi hozzuk meg a végső döntést, hanem azt neki kell meghoznia. Na jó, ez meg ugye tudni meg kell az ügyfelet. Nem a és azt tudni kell az ügyfelet kezelni. És ezért is haragszok nagyon sok hazai marketingesre, akinek megnézem a kommunikációját, megnézem azt, hogy a Facebookon hogyan kommentel egy-egy kérésre, hogy kristálytisztán látom, hogy ő nem tudja az ügyfelet vezetni, nem tud neki érvelni, nem tud a ügyfél életébe esetlegesen krízist okozni, mert csak krízis után van a változás.
mint ahogy úgy elmondjuk az ügyfélnek, hogy figyelj, eddig elköltöttél ECB-ben 3 millió forintot, de még a konverzió követő kód sincsen bekapcsolva. És ennek ez lenne a lényege, hogy lehet optimalizálni, lehet felelősségre vonni, lehet remarketingelni, és a többi, és a többi. De ebből az következik, hogyha én ezt például elmondom, akkor valaki el fogja veszíteni emiatt a munkáját. Jó esetben, rossz esetben... Aki még a remarketing kódot se állította be egyébként. Rossz esetben azt mondja a vállalkozó, hogy figyelj, már itt volt a Dajka Gábor, tedd már fel a konverziókövető kódot meg a remarketinget. Mondott egy csomó okosságot, majd megcsináljuk. Jó, majd jó, egyébként ez is megtörténhet, igen. Ezt pont egyébként a rendezvényiparban láttam, hogy komplett rendezvényterveket le kell adni, ugye amikor tervezel egy munkát. Velem is csinálják. Aztán megcsinálják a komplett rendezvénytervet. Én ezért, amikor ugye még alkalmazottként dolgoztam egy ilyen rendezvényreklám ügynökségnél, de akkor döntöttem el, hogy én rendezvényt nem fogok tervezni a büdös életbe. Régebben nagyon sokat megszivattak minket az, hogy Gábor, ez még a webáruház forrongói marketing specialista koromban volt, hogy Gábor írja már össze nekünk egy marketing stratégiát is, hogyha jó, akkor elkezdjük csinálni, a büdzsé 500 000 forint. És legalább 10 ilyen, tehát minden hónapban legalább 10 ilyen, ez nem, legalább minden hónapban 10 ilyen marketing stratégiát írtunk össze, egy ilyen marketing stratégia nálunk mondjuk ilyen 5-6-7 oldalas volt, és soha nem kaptunk belőle munkát, viszont amikor ránéztem későbbiekben a vállalkozónak az AdWords fiókjára, a Facebook kommunikációjára, akkor ugyanazokkal a szavakkal le voltak írva ugyanazok a hirdetések. Elvégezted valakinek a munkáját. Aha. Ingyen. Ez egy elég bántó dolog, hogy ezt hangofája megcsinálja valakinek. Igen, csak hogyha egy ilyen marketing stratégián mi ketten-hárman dolgozunk minimum. Én, a szövegíró a kolléganőm, aki offline marketinges, vagy marketinges, Németországban végezte a marketinges egyetemét mesterszagon, meg a grafikuson, tehát nekik az idejük nagyon nincsen ingyen. Mert mondjuk például ennyi erővel írhatnának nekem blogot. Vagy elmehetnénk, nem tudom, videózni. Ja. Te egy elég megosztó személyiségnek tartod magad. Ezt te élvezed? Régebben élveztem, és nagyon sokat tettem azért, hogy ez így is legyen. Az van, ez egy ablaktörlő ez? Van, de... Aha. Mikor lesz már lézeres? Ez olyan maradja. Ez a vízspriccelése. De azt láttad, hogy benyújtották a lézeres ablaktisztító szabadalmát? Nem. Leégeti a bogarakat meg. Jó, jó, de, azt láttam, azt láttam. Na, az a lényeg, hogy... Régebben nagyon sok mindent megtettem azért, hogy megosztó személyiség legyek, de valójában rájöttem arra, amikor reggel 8 órakor felszálltam a buszra, és szétnéztem, és belenéztem az embereknek a szemébe, akkor ürességet láttam, kiégést láttam, búval voltak megcsapva, és akkor eldöntöttem azt, hogy nem provokálom így feleslegesen az embereket, mert nem csak olyan embereket provokálok a pénzzel, kocsival, vagy esetleg olyan-olyan mondatokkal, mint például te, aki azt mondja, hogy hát ez a hülye, hogy mert ezt kiírni, imádom, hanem van olyan ember, aki azt mondja, hogy az meg de jó élete van neki, és nem veszi az iróniát, a humort, a viccet, hanem mondjuk tényleg elhiszi, hogy mit tudom, én most elköltöttem 20 millió forintot egy étterembe. És ezzel neki stresszt okozok az életében, úgyhogy erről így megpróbáltam, vagy erről így gyorsan leszoktattam magam, hogy... Mondjuk ez főleg anyagi téren azért, mert nagyon-nagyon szétnyílt az olló, ugye? Aha. Nagyon-nagyon végletes. Hát főleg most a Covid idejében. Kezdünk ilyen, de már a Covid előtt is szerintem kezdünk ilyen latin-amerikai... Vagy gazdag, vagy nagyon csúró. Igen, vagy nagyon gazdag, vagy nagyon csúró. És tényleg, mint a szinte nem lenne középosztály. Aha. Szóval hogy az empátia az nagyon felerősödött bennem, hogy ezt mégsem kéne, mert tényleg nem csak a vállalkozók követnek most már, hanem azok is, akik csak egyszerűen, hát de bátor volt ő. Akik egyszerűen csak élvezik a Dajka jelenséget. A Dajka jelenség? Szerénység, elvtársak? Szerénység. Én azt szeretem magamban a legjobban, hogy szerény vagyok. Aki nem tudná, Básti elvtársat hallottam. Aha, Pelikán. Tényleg néztem, hogy te szerepeltél a Fókusz csoportban. Egyébként hogy érted el, hogy te bekerültél a Fókusz csoportba? A Fókusz csoportba?
Egyébként nagyon érdekes. Mennyit fizettél nekik? Árult már el! Egyébként nagyon érdekes, hogy a fókuszcsoport már így emlegetik őket. Egyébként utána jártam, hogy tényleg a fókuszcsoport nagy alval, mert bizonyos tagjai azért elég komolyan, bizonyos tagjainak, vagy a többi tagoknak, vagy elég sok tagnak elég komoly másfajta YouTube csatornájuk is van, ami elég igen. Nagyon... Igen, meg a, azt hiszem, hogy a kritizálónak a haverját láttam, Zsoltinak hívják egyébként. Ott a háttérben üvöltözik, szerintem, szerintem ő lesz az, és őt rendes tévéműsorokban hívják meg fellépni, tehát tényleg a fókuszcsoport. Képzeld el, úgy volt, hogy délután ültem a számítógép előtt, és akkor néztem a YouTube statisztikákat, és azt láttam, hogy megugrott 100-zal a megtekintés. Nem, ez még lehet a véletlen műve. Ráfrissítek 110, ráfrissítek 130, 150. Ó, mondom, itt van, nagyon beindult, itt mondom, valami vagy nagyon nagy baj lesz, mert a kritika című videóm az nem éppen szofisztikált, vagy mondom, vagy nagyon jó lesz. És tényleg az a másfél óra hossza, amíg rájöttem arra, hogy hol linkeltek be, az valami kegyetlen volt velem, mert nem tudtam, hogy honnan jön a látogató, azt nem írja ki. És elkezdtem kutakodni az interneten, körbeszóltam az összes ismerősömnek, hogy srácok, lehet, hogy baj van, segítsetek már, nem láttatok másik csatornán engem kitéve, vagy a Blik címlapján, hogy sikasztottam. És valaki már láttam fókuszcsoportban. Nem, és akkor nem? Egyszer csak kidobta a YouTube, egyszer csak beírtam a YouTube, vagy a Google keresőjébe, hogy Dajka Gábor kritika, és rögtön kidobta a fókuszcsoport videóját. Na ott akkor leizzadtam, hogy úristen, mi lesz ebből. Nem is ismertem még azt a másik csatornát, és tudom, hogy az ilyen... Ja, te nem láttad korábban a fókuszcsoportot? Nem is ismertem. De a Dancsóról, vagy a Dancsónak a példáján keresztül azért tudom, hogy ha a Dancsó például megkritizál valamit, valakit, akkor az fent lesz a Magyarország térképén. Jó, hát figyelj, 100 000-re fölnyomta, vagy 140 000 fölnyomta az a szerencsétlen öreg bácsit, aki ilyen nagyon béna főzős videókat... Ja, tömlős sajtból, meg Párizsiból süt valami. És azóta csodát. Ebből él? Azóta ebből él? Főzi a műsorokat. Erek Zoltán! Erek Zoltán bácsi! Na, itt akkor megint levert a víz, és elkezdtem nézni a videót, de akkor már 200-on volt a vérnyomás, hogy úristen, mi lesz ebből? Lehet, hogy ordas nagy baromságokat mondtam a kritikáról, és akkor... Fé, valójában egyébként ugye mindannyian nem a fókuszcsoportba szeretnénk igazán bekerülni, hanem a Dancsó videóiba! A fókuszcsoport csak egy eszköz. Szóval Dancsó, légy, és foglalkozzál velük egy kicsit! A fókuszcsoport csak egy eszköz, mint ahogy a Tesla is, azért, hogy benne legyünk Dancsó videójába. És elkezdtem nézni a videót, de már a víz levert. És képzeld, hogy pozitívan indította a videót, hogy Gábor ért a videózáshoz, és a többi, és a többi. Aztán persze a videó... Ja, igen, mert hogy profi a technikát, igen, profi mikrofonokat használsz, stb. Tehát ez már így megtetszett, de... De ő nem nézte meg a korábbi videóidat, amikor még jó voltál. A piros ingest. Nem tudom, milyen ingest, de amikor még a püspök kertben napszemcsi le, napszemcsi föl, zavarba voltál, de őszinte. És nem lassan beszéltél, hanem daráltál, ahogy kell. Igazi vérbeli marketingesként. És a videó közepe fele már átment egy kicsit abba, hogy elkezdte kiforgatni a szavaimat. Tehát igazából sokszor nem úgy értettem a mondatomat, ahogy ő azt kiforgatta, tehát kivette a kontextusból a mondatomat és akkor át. De ez egyébként nem zavar, mert imádom minden egyes mondatát, amit mondott, mert tényleg vicces volt, nagyon sok helyen nagyon jókat nevettem. Nem kapcsoljuk be az autopilotot? Lehet, hogy akkor nem zavar mennyire a vezetés itt beszélt közben. Akkor ezt a... Kétszer magad felé. Beránt középre, sáv középre, elengedheted a kormányt. Ebben már profi vagyok. Ez nekem sikerült elsőre. Tudod, inkább ez zavar engem. Hát mondok egy ilyen kisarkított példát, megcsináltam a Keresem az Egerben a páromat című videómat, és odaírt egy srác egy ilyen szemtelenebb kommentet. Fogom én közben. Igen, csak egy kis mozdulatot kér ilyenkor, az a fehér fény azért villog. Ja. Odaírt a srác egy ilyen buta kommentet, és nem tudom, hogy 30-an lájkolták az ő buta kommentjét. Pedig annyira kristálytisztán világos volt, hogy az a komment azt nem jó szándékból írta, és nem... De figyelj! Nagyon sokszor a negatív, meg a rossz indulatú komment kapja a legtöbb lájkot. Igen, de engem az zavar, hogy akkor sok negatív, meg rossz indulatú ember van. Igen, de engem meg az zavar, hogyha bemegyek a boltba, akkor lehet, hogy egy olyan ember fog engem kiszolgálni,
aki negatív és rossz indulatú, vagy nem tudom, bemegyek öltönyt vásárolni, és akkor az eladó akkor jön fel az SMS-ből, mert nem tudom, odaírta rá a videóm alá, hogy te köcsög. Te pénzes köcsög, miért nem adakozol? És lehet, hogy ő fog kiszolgálni a boltba. Tehát itt nekem ilyen problémáim vannak, hogy nem az a problémám, hogy oda röffent valamit, hanem az, hogy negatívan befolyásolja a közvéleményt, meg az, hogy lehet, hogy a piros lámpánál pont mellettem áll. Hogy szeretem egyébként a kommenteket, nincsen velük bajom, csak én szeretném, hogyha ez pozitív irányba menne. Ahhoz meg nekem nincsen kapacitásom, hogy ezeket így... Az a baj, onnantól kezdve kiteszed magad a nyilvánosság elé, és nyilvánosan lincselhet a tömeg, akkor azok imádnak lincselni. Ugye nem lehetően régi, ugye középkorban óriási szórakozás volt egy-egy kivégzés, mert... Meg boszorkányégetés, és hát a legnagyobb már. Show volt. Ma helyett van RTL Klub. Való világ. Brick Butter. Nagyon kemény. És ahogy elnézem, szépen lassan eljutunk a nyilvános autódaféig megint, csak most már tévés autódafé lesz. Ahogy azt a Éhezők viadalába megjósolták, hogy kb. Majd ez lesz a televíziós show műsor a jövőben. És szerintem még a végén el is jutunk oda. Ha így haladunk. Úgyhogy én azért is kapcsoltam ki a kommenteket, meg ezt a dislike funkciót, hogy nézd meg a videót, és legyen egy saját véleményed erről. Ha nem jó, akkor nem jó. Egyébként én csináltam az én kollégáim, meg az én szűk környezetem, azért diplomás emberekből áll, és nem tudjék csináltam egy ilyen kis közvéleménykutatást, vagy felmérést, hogy ki mikor kommentelt utoljára, vagy lájkolt, diszlájkolt egy videót, vagy ilyesmi, és az jött ki, hogy valaki hónapok óta nem tudott semmilyen interakciót, mert azt mondja, hogy ő a véleményét nem adja. Nem érez, tehát az ő élete boldog, ő egy tanult ember, és nem érez arra késztetést, hogy odaírja Józsikához, hogy szar vagy. Vagy diszlájkoljon egy videót. Nem tudom, én például nagyon-nagyon ritkán diszlájkolok valamit, inkább lájkolok, mert ugye valaki dolgozott azzal a videóval. Aha, na látod, hogy te is megláttad abban, hogy abban egy abba munkát, munka volt. Igen, és nyilván tudom, hogy egy lájkkal is segítem az algoritmust, hogy ezzel dolgozott. Az ő lelkének is jó. Ezzel dolgozott, és esetleg tényleg tetszik, amit csinál, akkor ha máshogy nem, akkor ezzel is tudom támogatni. Tudom, hogy ez csak egy lájk, de sokra megy ám, és az algoritmus ezt szereti. Sőt, van, akinél direkt azért kommentenek oda, mert tudom, hogy a komment még egy plusz az algoritmusnak. Igen, de gondolom, te sem vagy olyan, hogyha nem tudom, 18 év, vagy a 8 éves Pistike körbeveszi az autóját, vagy a motorját, ahogy szól a kipufogónak a zaja, akkor nem mész oda, azt nem diszlájkolod, hogy mi ez a szent tartalom, Pistike, dögöljél meg, hogy ilyet. Nem, hát akkor tovább kattintasz. Tovább kattintasz, igaz? Tehát ez a különbség a búval baszott és a boldog ember között. Hát igen, most megmondtad egyébként a valósokat, ugye én is ide vezetem vissza, hogy aki ilyen mocskolódó kommenteket odanyom, bármilyen egy videó alá, vagy egy poszt alá, az általában a boldogtalanságát ott tölti ki, mert nem tudja máshol, mert a főnökének nem olvashat be. Hát beolvas a videósnak, meg a posztolónak. Hát meg a szüleinek sem olvashat be, mert képzeld, egy 11 éves gyerek kommentelt hozzám nemrég, és azt írta, hogy a kislábújamban is több férfiasság van, mint benned, dögölj meg, és hagyd abba a videózást. Komolyan. És ezt egy 11 éves gyerek írta. Próbáltam utána nyomozni, hogy kik lehetnek a szüleim, és akkor rájuk írok egy levelet, hogy figyeljenek már oda Pistikére, mert lehet, hogyha nem egy ilyen kaliberű emberbe fut bele, hanem egy véres szájú olyan trash tartalmat gyártó emberbe, aki csak azzal tud nézettséget szerezni, hogy beleáll ebbe, abba, beleköt ebbe, abba, akkor mondom, lehet, hogy ebből baj lesz. Mert egy ilyen fárajó típusú arcba. Bár még az sem volt nagyon rettenetes. Én szeretem egyébként a YouTube-on a trash-t, és nagyon sokszor látom azt, hogy hazai Facebook csoportok alakulnak, és elmennek a trash videós házához. Tyúkokat haigálnak be az ablakán, köveket, meghívják egy pizzára, miután elfogadta a trash videós a pizzát, akkor így kialakítanak vele egy ilyen barátságot,
kísírja mondjuk a trash videós a bánatát az anyukájáról, akármiről, és utána azt lehozzák nyilvánosan. Ennyi energiát fektetnek abba, hogy mondjuk valahogy lealázzanak valakit? Ez a szórakozásuk. Yeah. Este hazamennek a gyári melóból, és azt csinálják, hogy akkor elkezdenek basztatni valakit. Tehát ők nem a szeretet nyelvét beszélik, hanem az agresszió nyelvét. És én például rájöttem arra, hogyha én is elkezdem beszélni a szeretet nyelvét, akkor az interneten ki tudok alakítani olyan kapcsolatokat, ami később lehet, hogy nagyon hasznos lesz, akár baráti kapcsolatokat is ki lehet az interneten alakítani. Nem tudom, energikus, ugye én pont most láttam a Bakács Tiborral készült interjút, a Klub Rádió csinált és felrakja ilyenkor videóban, és ugye, hogy szegény olyan szinten elfáradt a médiától, és most nagyon finoman fogalmaztam, tehát egy nagyon-nagyon keményen köpködött a médiára, most itt nem az internetes médiáról van szó, hanem a televíziós rádiós sajtóról, hogy már hogyha hívják is, ő már nem fog ide visszajönni, és inkább takarít. Takarítóként él most a Bakács Tibor. Az a durva. Előkerült még egy kamera. Oh, abból van bőven. A zsebből van. Előző barátnőm mindig annyira haragudott rám, hogy Gábor, mit vettél már? Semmit. De hát azért látom, hogy megint vettél egy kamerát. Már megint egy kamera? Minek veszel ennyi kamerát? Hát mondom, ez jó, mert mondom, bele tudom tenni a zsebembe. Nem lehet vele zoomolni. De hát akkor minek vetted meg az iPhone-odat? Mert az iPhone-nal nem lehet zoomolni, ezzel lehet zoomolni. Most gondold, elmegyünk valahova, és akkor rá tudok közelíteni valamire. De ki van égve. Igen, régebben mondta is valamelyik fotós ismerősöm, hogy amin nincsen cső, azzal nem lehet rendesen fotózni. Egyébként tényleg így van. Rövök már Facebookra pár fotót. De ne olvasgassál itt autopilot közben. Hihetetlen csávó. Rögtön én is beleestem a tipikus Teslás majom, bazd meg. Egyből előveszi a könyvét, az autopilot bekapcsolása mellett. De az megvan a srác, aki elaludt a Teslába, hátrahajtotta az ülést és beprogramozta, hogy hova induljon el az az autó. És gyorshajtásra elkapta. Hát az valami én akkor mindig arra gondolok, hogy ez önmagától nem lehet ilyen hülye. Ezt a Musk PR csapata találta ki. Hát igen, de láttuk azt is, hogy egy kamionba belement egy Tesla. Hát az nem a Musk PR csapata találta ki, hanem ott a hülye majom tényleg nem figyelt. Hát a pszichopata akkor? Hát nem csak egy pszichopata, szerintem egyszerűen hülye. Tehát nem való az autopilot a kezében. Itt meg az elalvos ukrán sofőr előtt. Azt a kurva. Mindjárt végighasítja a szavakorlátot. De már mióta kóvályok, figyeled? Halljuk, én is nézem. Már legalább 20 perce kóvályok. Ez mindjárt elalszik. Kissé fáradt lehet. Szerintem kicsit még megyünk mögötte, akkor meg tudjuk nézni, hogy hogyan teszi árokba a kamion. Jó, akkor legyen ez a mai program. A minap ott álltam egy ilyen ukrán kamion mellett, tök modern, tehát nem egy régi lelakott szar volt, és megláttam a gumiját. Nem volt rajta barázda? Slick gumi volt! De komolyan, csumira, vászonig le volt járva. Az igen. De mondom, biztos valami versenypályára készül a slick gumival. Csak akkor nem értem, hogy miért van ráakasztva a pót. Uh-huh. Ultra brutál. Gábor, te miért nem maradtál inkább szakács? Ez egy nagyon jó kérdés. Akkoriban kezdett el felnyílni a szemem, mert elkezdtem gondolkodni azon, hogyha még szakács maradok, akkor milyen eredményeket érhetek el, és hogy fog kinézni a testem és az életem az elkövetkezendő 10-20 évben. És nyilván megint általánosítok, de 10 szakát az én észlelésem szerint
10 szakácsból 7 szakács úgy vezeti le a stresszt, hogy alkohollal, és ez mindennapos. Úgy nem lesz, csak zabálnak, hanem isznak is? Isznak is mellé, persze. Hát erre nem is gondoltam. Hát máshogy nem is lehet levezetni azt a stresszt, hogy bejön egyszerre 10 asztal, és azt ad ki. Aha. Mondjuk úgy, hogy egyedül vagy szakács, az az iszonyatosan melós dolog egy alakkart étterembe, és hogy, hogy fejben kell tartanod még mellette 100 alapanyagot, hogy mennyi van a hűtőben, meg tudod-e csinálni. Fejben össze kell rakni azt, hogy akkor melyik műveletet fogod legelőször elkezdeni, melyiket hagyod meg legutoljára. Tehát ez borzalmasan kemény szakma, és akkor még jönnek a csoportok is. És ha már egy étteremben van csoport, mondjuk 50 fő, akkor biztos, hogy be fog jönni mellé még 10 fő alakartozni, és akkor... És akkor szolgáld ki. Szolgáld ki. 10 percen belül legyen meleg kaja az asztalon. Igen, és akkoriban, amikor szakácsoltam, akkor jött be ezek az étterem értékelős díj. Most gyorsítani fog majd. Hagyjad. Akkor jöttek be ezek az étterem értékelős díj oldalak. Uha. És nagyon jó minőséget kellett nyújtani, mert rögtön értékelték már a... Mármint rögtön leértékelték. Leértékelték, hogy sokat kellett várni, stb. És ebből sok ordibálás volt. De a másik, amit megfigyeltem, az is volt, hogy tiszta viszér volt általában a szakácsoknak a lába, azért, mert el vannak hízva, és a 12-16 állás az nem tesz jót. És azt is megfigyeltem, hogy a idősebb szakácsoknak, hát akkor nem tudom, 18 éves voltam, a idősebbet azt akkor nem tudom, 30 éves korosztályra értettem, most már tudom, hogy azért 30 évesek még fiatalok vagyunk, és az emberi kapcsolataik azok tropák voltak. Mint mindenkinek, aki nagyon hajtós melót csinál. Hát igen, de másik az, hogy nem tudtak elmenni a családdal, mondjuk, hoppá, most fog gyorsítani. Nem tudtak elmenni a családdal nyaralni, mert hétfőtől szombatig az étteremben kellett lenni, 12-16 óra hosszát. Vasárnap meg a francnak sincsen kedve a családdal sétálni. Szóval ilyen dolgokat fedeztem fel. Kicsit pihenni. Hát igen, beesik az ágyba. A másik probléma, amit felfedeztem szintén a 30 éves korosztálynál, hogy a nemi életre már nem voltak képesek. Mind a férfi, mind a női részről. A nők pedig nem alkohollal kompenzálták, vagy vezették le a deep stresszt a nap végén, hanem jellemzően Xanax-szal. Tehát az már nem az út vége azért, amikor már nem, az még csak a kezdet, az a kezdet, a sör meg a Xanax, az a kezdet, az út vége, a következő lépés a fű, és az út vége, szerintem, a speed, amikor reggel 8-kor vagy reggel 6-kor úgy kell fel a szakács, meg a felszolgáló, hogy felnyom egy cheek speedet, hogy tudja a 16 órát bírni. De mint tudjuk, vagy hát nem tudjuk, mert mi még, vagy én ilyet még nem próbáltam, azért a speednek a hatása mondjuk délután 2-3 órára kb. Kimegy. És akkor jöhet a következő cheek speed. És, vagy jön a mélypont. Vagy jön a mélypont, de akkor a mélypontot nem lehet munka közben. És a út vége meg az, hogy csak fűvel tud elaludni a szakács az egész napi pörgés után, speedezés után. Az kemény. Szóval én ezeket megfigyeltem, és úgy döntöttem, hogy én ebből annyira nem kérek, és elkezdtem a programozást tanulni. A fizetésemnek rendszeresen a felét könyvekre költöttem el. 2008-ban megvásároltam. De csak megvetted, nem olvastad el. Igen, arra már nem volt idő. És azt mondom, hogy 2007-ben pedig megvásároltam a legelső keresőoptimalizálással foglalkozó tananyagot, ilyen 50 vagy 60 ezer forintért. Úgyhogy én közben kerestem 90 ezer forintot. Tehát, hogy annyira ki akartam törni, hogy nem érdekelt, hogy nem eszek. Vagy eszek a konyhán. Vissza beleinvesztálni. Csomót. De megérte. Elvégre most egy tesztát vezetek. Interjúzunk. Nem is te vezetsz, a Tesla. Nem is én vezetek ráadásul. Tehát, hogy szakácskoromban azt nem gondoltam volna, hogy olyan autóba fogok ülni, ami saját magát vezeti. Figyelj, 10 éve ezt mondják nekem. Szerintem én is körberölgöm az embert. De tudod, mi lesz a jó, amikor majd lemész a taxiállomásra,
bepötyögött, hogy hova szeretnél menni, és elvisz. És beülsz, elvisz. És beülsz, elvisz. És fél áron lesz. Majd akkor lesz taxis blokkád meg? Hát fél áron, nem biztos, hogy fél áron lesz, de legalább nem kell a taxissal feleslegesen dumálni. Meg, és már régóta taxis volt. Lehet, hogy nem fog túl, meg lehet, hogy nem fog túl nagy kerülőt tenni. Ja. Volt már, hogy behánytak? Letiltott. Oké, fogom. Tevezetsz. Kétszer le? Hát, ha megengedi, nem biztos, hogy vissza. Nyomjad? Megengedi? Nem. De nem is próbáltad meg. De. Nem engedi. Azt írja, hogy nincs kontroll. Akkor elfújtak a izék, mi? Nem figyeltük. Jaja. Letiltott. Ezt nem szereti, hogyha izé nem reagálunk. Akkor nem vagyunk maguknál, akkor valami bajunk. Ja, azért tiltott, mert nem reagáltunk időben. Igen. Tehát, hogyha elaludtál, agyvérzésed van, szívrohamot kaptál, akkor ne akarjál vezetni. Autopilot mellett persze. Akkor vagy álljál félre, és akkor újra kell indítani. Tehát vagy ki kell menni a pihenőbe, le kell állítani, újra kell indítani, és akkor lehet menni tovább, akkor vissza lehet kapcsolni. Kik veszik igénybe a szolgáltatásaidat? Tesla pilóta beszálló kártyát alapvetően azok a feleségek, barátnők veszik, akiknek a barátjuk nagyon szeret, a barátjuk férjük nagyon szereti a Teslát. És szeretnék azzal megajándékozni őket, hogy kipróbálhassák végre. Uh-huh. És akkor már nem egy átlagos Teslát akarnak kipróbáltatni velük, hanem a csúcsgépet, a P100D-t. De ez miben másabb, mint a többi Tesla, amit itt látunk az utakon? Egyrészt ez újabb, ez egy új generációs Tesla, tehát ez már faceliftes. Másrészt ez a P100D, és a P100D az a jelenlegi legerősebb, legújabb, legdurvább gyorsulást produkáló Tesla. De miért? Két motor van benne? Vagy? Igen, ez elő-hátul hajt, tehát négy kerék meghajtású, dual motoros, így is emlegetik, azért D, P100D. Uh-huh. És jelenleg a piacon ezt tudod kipróbálni, hogyha a csúcsgépet akarod kipróbálni. Uh-huh. A másik ugye az, aki viszont gondolkodik abban, hogy vásároljon egy Teslát, és ő meg azért jön Tesla pilótának, hogy kipróbálja, hogy vajon tényleg azt kapja-e egy Teslában, amire számít, vagy amiről olvas, amit lát, mert ugye egészen más kipróbálni saját magad, uh-huh. ugye? Hát igen. Mint amíg csak hallottál róla, és akkor a másik meg ugye velem el tud beszélgetni, azért nekem már van némi tapasztalatom a Tesla használatról, hogy mire jó. Akkor vásárlási tanácsokat is tudsz adni. Vásárlási tanácsokat is tudom adni. Természetesen el tudom mondani, milyen problémákkal találkozik egy tesztás, például az is van. Nem teljesen problémamentes semmi, olyan nincsen. De nyilván át tudom adni a jelenlegi tapasztalataimat, mire lehet számítani, milyen a szerviz tapasztalatom, most már az is megvolt. Bár ugye egy Teslát 40 ezerenként kell ajánlás, hogy 40 ezerenként vidd el, átnézetni, nincs kötelező szerviz. Mert egyébként ez lenne a terv, tehát hogyha onnantól kezdve, hogy megvan a szakszolgálatom, hogy Tesla pilótázás, egybekötve sétarepüléssel. Uh-huh. Elmentek Teslával a sétarepülőhöz. Így van, teszlázunk egyet, aztán a Dunakeszi reptéren pedig átülünk egy repcsibe. És megmutatom nekik levegőből. Visegrádi várat. Esztergomot. Az nagyon menő lenne. És aztán jönnek a nagy gépes képzések, szóval a horror pénz a pilóta suli. Uh-huh. És rengetegen ezt... És lehet, hogy megcsinálod a pilóta sulit, és akkor úgy döntesz, hogy youtuber leszel. Mint ebben a forrázon. De ő nem úgy döntött, jól tudjuk. Tehát most éppen ugye, mivel nem repülnek a pilóták, nem tudom, 90%-ukat földre kényszerítették, hát most ugye ezzel üti agyon az időt, és jól is csinálja, tök jó ebben. Uh-huh. Érdekes, már a BMW-nél nincsen kedvem indexelni, de itt a Teslánál van. Miért is kedved a BMW-be indexelni? Együtt haladok az árral. Nem megyek árral szembe soha. Nem tudom, én amikor az i8-as BMW-t kipróbáltam, akkor azon csodálkoztam, hogy tényleg hülye az indexe. Tehát akkor megértettem a BMW-seket, hogy ez lehet, hogy nekem sem lenne kedvem használni, mert ez tök hülye ez az index. Ugye? Most nem tudom hirtelen megmondani, hogy pontosan mi volt a bajom vele, de valahogy ilyen, nagyon ilyen.
nem akart beakadni, vagy, vagy nem tudom. Valahogy furán működött, nem volt, nem tudom, mi volt vele pontosan a bajom. Mondta is ott az instruktor, ez egy csodálat, hogy nem használják. Köszönöm a tesztopilótának, hogy itt lehettem. Igazán nincs mit. És tesztopilóta.hu. Legyél te is tesztopilóta. Legyetek ti is tesztopilóták. Sziasztok. Sziasztok. Jaj. Kuplungolsz. Ne kuplungolj. Azt a kurvát, az fájt. Tesztopilóta.hu. Legyél te is tesztopilóta.